Pálnak a Róma beliekhez írott levele harmadik részéből olvasok igét, a 22. verstől kezdem. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mind azokhoz, és mind azoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. A Róma 3.24. Ez egy megrendítő mondat. Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Amit nem ismer valaki, azt nem hiányolja. És mivel ez a világ, ez egyetemesen bűnbe hullott, bűnbe született. Hadd mondjak egy durva példát azért, mert a háborgó szívek azonnal föl fognak lázadni, hát hadd lázadjanak. Gyálon voltam lelkipásztor 22 évig, és ott még abban az időszakban, a 70-es években volt disznótartás. És mivel akkor még a szocializmust építette magyar szép szent hazánk, ezért tanácsháza volt, tanácselnökkel, és tudjátok, volt egy rendszabály az állatok tartásával kapcsolatosan, ha valakinek volt egy disznója, egy kocája, és azt akarta, hogy kis malacok legyenek, akkor az állami kant, amely ott éppen Mincér Nándoré volt, kihozták, megtermékenyítette a kocát, aztán amikor megszülettek a kicsik, be kellett menni a tanácsházára, és passzust kellett kérni minden kis malacnak, hogy a Mincér Nándor kanyjától, ettől a XY-nak a kocájától származó ennyi kis malac, és annak volt egy igazolás. Így persze számon tartották mindenkinek a gazdaságát, mindenkinek a tehetőségét, ezekkel nem foglalkozom. De ugye mindenki tudta, hogy a Mincér Nándor kanyjától vannak Gyálon a hivatalos születhető kismalacok. Na most, ami az ördögtől születik, az ördög és az ember párosból születik. Kérem, az mindig hordozza magán a passzust. Földi, testi, ördögi. Amikor azt mondja az Úr igéje, hogy minden ember vétkezett, átörökítették, tiltakoznak ellene, vallások vannak, akik tiltakoznak az átörökített bűn kategória ellen. Kérem, Mincér Nándor kanyjától csak Mincér Nándor kanyjabeli malacok születnek. A sátán ember kombóból csak mindig sátáni és emberi szülemények lesznek. Mindenki vétkezett engedetlenségbe, egyetemesen. Erre mondja az ige, hogy nincs különbség. Mindnyájan vétkeztek, szűkölködtek az Isten dicsősége nélkül. Tudjátok, van egy egészen más dolog is leírva a Szentírásban. A János evangéliumot elolvassátok. Eljött Jézus, és ő volt a mag, a megígért mag. Hát, hogyha valaki zsidó ember, olvassa el, hogy milyen ígéretet kapott Ábrahám, és hogy milyen ígéretet hordoz a szívébe, csak másfelé viszi el, a mag azt jelenti, hogy felülről való. Pál megértette, hogy a mag pedig a Krisztus Jézus volt. Nem sokról, hanem egyről. De az egytől születendő, abból a magból születendők lesznek a mennyeiek, akik az Atya akaratából, Jézus Krisztus által, Isten szent lelke foganásával születnek. Ezek lesznek a mennyeiek. Majd el is mondja a kettős példát a konko és a búza történetében. Tehát nagyon világos. Amikor mindenki vétkezett után, hogy szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, na kérem, ez a kulcs, amelyiket ma mindenkinek jó lenne megismerni. Végzetes
és győzedelmes különbséget mutat az 1 János 1, 2, 5. Fölolvasom János első leveléből az első rész, második versétől az igét. És az élet megjelent, és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál van, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetök teljes legyen, és ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség, és olvasom a János evangélium első részéből az igét, a különbséget. Azt mondja a János 1.12, akik befogadták őt, aki eljött, a világosságot, a világ világosságát, az Isten fiát, akik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivé legyenek. A János 3.36 pedig így folytatja, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tudjátok, nyilvánvaló, hogy számos különbség van az emberek között. Hova, kik közé született, eszkimó, pigmeus, angol, kenyai, arab, zsidó, orosz, lengyel, magyar. Van különbség. Vagyoni különbség is van. Van vallási, van neveltetési, van életmódbeli, és számtalan más különbség, egészséges, beteg, képzett, titkok tudója, amatőr, képzetlen, primitív, hitetlen, egy sereg különbség. Van azonban egy erkölcsi szempont, amelyben Isten előtt nincs különbség, hogy minnyájan vétkeztek. Nincs a földön igaz ember, mondja a prédikátor a 7.20-ban. Ézsaiás a zsidó népe romlottságát szedi csokorba, olvasd az Ézsaiás 59, 12 és a 15. verset, Jeremiás summáz a 8. rész 5-től 8-ig és a 9. versben, Pál summáz a Róma 3, 23-ban, mindnyájan vétkeztek, szűkölködnek, Isten dicsőségi nélkül. No, ez az az állapot, amely a bűnbe esett ember jellemző vonásává lett folytatásként, Isten dicsősége nélkül vágyik dicsőségre. És amikor vágyik dicsőségre, ezt az élő Isten igéje hihetetlen módon diagnosztizálja. Azt mondja, hogy gazdagságra vágyik. Aztán megkövéredett szívű állapotra jut. Nélkülem gazdagságra jut. Aztán azt mondja, akiben nincs meg az atya, akiben nincs meg a fiú, az élet sincs abba. Milyen gazdagság az? Milyen típusú gazdag élet az, amelyiknek nincs örök tartalma, csak ideiglenes? Aztán leírja az Úr, mivel nem ismeritek az igazságot, semmi sincs bennetek az igazságból, csak hazugság. 1 János 2, 21, 23. Mi az igazság? Mivel Isten végzése volt, hogy fia életéért, kérem, életáldozatáért, mi az életáldozata? Hogy ember létében engedelmes Isten harcot vívott. Kérem, emberi testben engedelmes Isten harc, hogy eltörölje a bűnt, elfordítsa az átkot, kimentsen Isten jogos kárhoztatása alól emberlelkeket, aztán az életáldozat, hogy megnyissa a mennybe vezető ajtót, utat szerezzen, a kegyelem útját
állítja fel az üdvösségre. Harmadszor, Isten végzése, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által veheti át Istennek minden ajándékát, tudnélik, kegyelmet, bűnbocsánatot, Isten megszerelmét, a fiúságot, a kegyelembe való életutat, az üdvösségbe kapott életajándékot hittel veheti át, és ezt elpecsételi Isten szent lelke. Még a bűnben nincs különbség. Kérem, a kegyelembe aztán lesz. De tudod miért? Mert bár tetszett az Istennek, hogy megmentse az embert, a világot, mégis csak a hívők menekülnek meg. Az egyedüli feltétel, ami a különbséget teszi, hogy megmenti Isten a hívőket, mert a feltétel, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. A hit által kapott kegyelemben, a hit által kapott igazságban, a hit által kapott fiúságban nyer életet. Aki pedig nem hisz a Jézus Krisztusban, annak nincs igazságban része, osztály része, ezek elvesznek, mert sem a bűneiket, sem a szabadulás útját, sem Isten kegyelmét nem ismerik fel. Befejezem. Ma még hirdettetik az Úrnak útja. Kárhozatból kegyelembe, sötétségből világosságba, elveszettségből az Isten fiúságba, a feltétel és a parancs így szól, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Vesd az Úrba a te hitedet, és élsz. Amen.